Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Hamarosan a hét végére érkezünk, és remélem, hogy eddig is hasznos gondolatokkal gyarapodhattunk. És a mai napon Pálapostolnak a szavait szeretném idézni, és az ő élettörténetét, az ő életszemléletét szeretném a televízió nézők, a testvérek elé hozni. A Filippi Levélből idézek néhány verset az első fejezetből. Szorongott az a kettő, Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életbe maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életbe maradok, és együtt maradok mindjájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Jézus Krisztusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Azt mondja, szorongat ez a két dolog, hogy milyen jó lenne már, hogyha vége lenne az életemnek, és a mennybe lehetnék, ugyanakkor pedig tudom, hogy van még itt feladatom a Földön. Mikor is elmélkedik ezen a, ezen a gondolaton Pálapostól? Amikor ezt a levelet írja, Pál éppen börtönben van most már sokadjára, talán Rómában, és vár az ítéletre, és az az ítélet hamarosan meg is születik, és halára ítélik Pál Pálapostolt néhány hónappal később, amikor ezt a levelet megírta, kivégzik majd, levágják a fejét, és így lesz vége ennek a nagyszerű embernek az élete. És mégis, amikor erre a reménytelennek tűnő jövőre gondol, nem esik kétségbe Pálapostól. Mert pontosan tudja azt, hogy ha most neki be kell fejeződnie az életének, akkor az neki mindennél jobb, mert mindennél jobban vágyakozik arra, hogy megérkezzen az örökké valóságba, hogy ott legyen Krisztussal, akit annyira szeretett, és aki őt is annyira szerette, hogy az életét adta érte. És itt a földi életben sok-sok üldözés, sok-sok megbotránkozás, sok-sok fájdalom, sok-sok szenvedés éri az embert, de az örökké valóság egy olyan hely, ahol sem gyász, sem fájdalom, sem öregség, sem betegség nem lesz, hanem örökké az Istennek a boldogsága és Istennek a szeretete. Hát mindennél jobb ennél a, ennél a dolognál. És mégis azt mondja, hogy ha neki még mégis van valami feladata, akkor ő itt marad ezen a földön. És milyen jó lenne, mi is így állnánk az elmúláshoz, és így tekintenénk a mi életünkre nézve. Hány és hány keresztény vállalta az első századokban a mártíromságot? Azért tudták vállalni ezt, és Krisztusért meghalni, és Krisztusért vállalni a szenvedéseket, mert hogy a tekintetük nem erre a világra összpontosult, hanem az örökké valóságra. Pálapostól egy másik levelében, a római levélben így fogalmaz. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Vajon kedves testvérem, kedves televízió néző, neked is megvan-e már ez a bizonyosságod, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. És elsősorban itt első helyen azt említi Pálapostól, hogy sem halál. Ha vége lesz az életünknek, az nem, hogy elválasztana minket Isten szeretetétől, hanem még közelebb visz hozzá. Gyökösi Bandi bácsi úgy fogalmazott, hogy a halál nem más, mint hogy Isten áttesz az egyik tenyeréből a másikba. És megérkezünk, és hazaérkezünk. Milyen jó lenne, hogyha ez a reménység töltené be az életünket, és ennek megfelelően élnénk a mindennapjainkat, ennek megfelelően rendeznénk kapcsolatainkat, vagy éppen hoznánk döntéseket akár a személyes életünkre, munkánkra, időtöltésünkkel kapcsolatban hogy amikor megérkezünk az örökké valóságba, ami összesen mérhető ennek a fizikai létnek a rövidségével, pillanatnyiságával, mulandóságával, akkor majd ne kelljen szégyenkeznünk a felől, hogy hogyan éltük le ezt a 70-80, akár 90 évet. Isten adja számunkra, hogy legyen nekünk is ez a reménységünk, ez a hitünk, mint pálapostolnak volt, hogy mindennél jobb nekünk hazaérkezni a mennyei hazába. Amen.